és hogy megtisztelte a 20. évfordulót. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, wir danken Ihnen, dass Sie der Einladung der Stadt und den Zivilorganisationen gefolgt sind und mit Ihrer Anwesenheit die Jubiläumsfeierlichkeit anlässlich des 20. Jahrestages des Durchbruchs beehrt haben. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Minister, Herr Bürgermeister, Herr Morgos und Herr Kaiser, aber vor allen Dingen Sie, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute hier anlässlich des 20. Jahrestages des paneuropäischen Picknicks in der Nähe der Stadt Schopron und an diesem historischen Platz zu sein und möchte ein Dankeschön aller Deutschen an Ungarn sagen. Milyen tisztelt köztársasági elnök úr, milyen tisztelt miniszter úr, milyen tisztelt polgármester úr, milyen tisztelt magas úr, milyen tisztelt Kaiser úr, és mindenek előtt önök, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy ma itt lehetek ebben a városban, Sopronban, a 20. évforduló alkalmából ezen a történelmi helyszínen, és szeretnék elsősorban Németország nevében köszönetet mondani. Gute Ideen, und dieses war eine ganz ungewöhnliche Idee zu diesem paneuropäischen Picknick, können ein Beitrag, ein großer Beitrag zur Geschichte sein. Das hat dieses Picknick gezeigt. A jó ötletek és a paneurópai ötlet egy szokatlan, paneurópai piknik ötlete egy szokatlan ötlet volt, nagy mértékben hozzájárulhatnak a történelemhez. És ezt ezen a példán látjuk. Die Organisatoren aus Sopron und Debrecen, viele andere, aber auch die damaligen ungarischen Reformer, der Premierminister Nemeth und der Staatsminister Poskoy und auf der anderen Seite Otto von Habsburg. Poskoy und Habsburg haben die Schirmherrschaft über das Picknick übernommen, haben das Tor zur Freiheit von, wie Sie es eben sagten, zwei gefangenen Völkern ein Stück weit, und ich sage ein unumkehrbares Stück weit, geöffnet. A Picknick Soproni és Debreceni szervezői, de mások is, és ide tartoznak az akkori magyar kormány tagjai, német miniszterelnök és Poskai Imre miniszter személyében, aki Habsburg Ottóval együtt átvette, illetve elvállalta ennek a pikniknek a védnökségét. Nagyon bátor tettet hajtottak végre, és ahogy ön elmondta, két rab nép feltörte, áttörte a rabság kapuját, és a szabadságba ment, és ezt visszafordíthatatlan módon. Und die stundenweise Öffnung eines Grenztores, und ich freue mich gleich noch Zeugen von damals treffen zu können, denn keiner wusste ja genau, wie diese Stunden ablaufen werden. Diese Stunden der Öffnung wurden genutzt von denen, die hier im Umfeld aus der damaligen DDR kampierten, und sie haben diese wenigen Minuten benutzt, immerhin fast 700 Menschen, um in die Freiheit zu gehen. Und Ungarn hat damit sozusagen dem Willen der Freiheit von Deutschen aus der ehemaligen DDR so etwas wie Flügel verliehen. Néhány órára megnyílt a határkapu, és nagyon örülök annak, hogy nem sokára az akkori kortanúkkal találkozhatom majd. Tehát akkor még senki nem tudta, hogy hogy alakulnak majd az esetek, ez az események. És ebben a néhány órában azok az NDK-s állampolgárok, akik itt a környéken kempingeztek, sátraztak, nagyjából 700 ember megtalálta a szabadsághoz vezető utat, és fogalmazhatunk úgy, hogy a magyarok, az NDK polgárok szabadságvágyának szárnyakat adtak. Vieles im damaligen Ungarn war aus der Sicht der ehemaligen Bürgerinnen und Bürger der DDR sowieso schon etwas näher am Westen, als das bei uns war, obwohl wir ja auch recht dicht am westlichen Teil Deutschlands gelebt haben. Hiszen sok akkori magyar számára az NDK, illetve sok NDK számára
Magyarország egy kicsit közelebb volt már a nyugathoz, mint ahogy azt mi akkor gondoltuk, annak ellenére, hogy mi is közel éreztük magunkhoz a Németország nyugati részét. Und die kurze Öffnung des Grenztores war im Grunde die Unumkehrbarkeit, dieses Grenztor konnte nie wieder geschlossen werden und es hat nur noch wenige Monate gedauert, bis die gesamte Mauer des Kalten Krieges in sich zusammenbrach. És a határkapu rövid időre való megnyitása visszafordíthatatlanná vált, hiszen azt utána már nem lehetett visszazárni, és néhány hónapon belül leomlott a hidegháború fala. Und ich möchte ein Dankeschön sagen an den Mut derer, die in Ungarn und auf der österreichischen Seite damals mit diesem Picknick betraut waren, die es organisiert haben und die es auch überwacht haben. Und ich möchte ein Dankeschön sagen an die ehemaligen Bürgerinnen und Bürger der DDR, die die Gunst der Stunde genutzt haben und damit ihren Willen zur Freiheit der DDR-Führung unmittelbar dokumentiert haben. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a bátor személyeknek, mind Magyarországon, mind a határ osztrák oldalán, akik akkor a pikniket szervezték, vigyáztak rá, végkísérték. De szeretnék köszönetet mondani azoknak a bátor NDK polgároknak is, akik kihasználták ezt a szerencsés órát, és az NDK rezsim vezetésének demonstrálták szabadságvágyukat. Geschichte wird geschrieben, indem sie sich zusammensetzt aus kleinen, mutigen Schritten von einzelnen Menschen. Das, was hier passiert ist, ist so ein Stück Geschichte. Die Bundesrepublik Deutschland, die Menschen in Deutschland werden Ungarn nicht vergessen, welchen Beitrag es geleistet hat dafür, dass wir heute alle in Freiheit leben dürfen. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute zusammenarbeiten in einer Europäischen Union, die den Namen europäisch verdient und dass wir zusammenarbeiten in Bündnissen und dass uns die Freiheit vereint und nicht mehr die Diktatur uns von anderen, die in Freiheit leben, trennt. A történelmet úgy írják, hogy egyes emberek kis, de bátor lépteiből áll össze a történelem, és ami itt történt akkor, ez egy darab történelem. A Németországi Szövetségi Köztársaság és a német emberek örökké emlékezni fognak arra a lépésre, örökké emlékezni fognak Magyarország hozzájárulására, és nem kívül nagy örömmel szolgál az, hogy ma már az Európai Unióban együttműködhetünk, különböző szövetségi rendszerekben együttműködhetünk, és hogy a szabadságban egyesültünk, és a diktatúra nem választ már minket el többé. Herzlichen Dank, liebe ungarische Freunde, herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Szívből köszönöm, magyar barátaim, szívből köszönöm, polgármester úr.